Üdvözlöm nézőinket! Önök a Generációt ifjúsági magazin műsorunkat látják. Lezárult, lezajlott, most már az a majdnem egy hét, amikor minden a diákokról, minden a diákságról szól, a 25. jubileumi Békés Csabai Garabonciás napok ezzel véget is ért. Természetesen megszülettek, azaz, hogy megszületett a diákpolgármester, az alpolgármesterek, és egy nagyon komoly záró akkornak lehettünk szem- és fültanúi a Békés Csabai sportcsarnokban. Üdvözlöm a három vendégünket, Illés Gyulát a vízmű részéről. Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! A közgé részéről a diákpolgármestert, Gombos Tamást. Köszöntöm a nézőket! És Tóth Gergőt, aki a Beget képviselte. Sziasztok! Ugye te lettél a második helyezett. Igen. Te, Gyulám a harmadik, és te, Tomi az első, a diákpolgármester. Ugye már egy látogatást is tettetek polgármester úrnál, ott van a város kulcsa a kezedben, amit egy éven keresztül magadnál fogsz tartani. Igen. Majdnem vele is aludtál, hogyha jól tudom. De majd rá fogunk térni erre a beszélgetésre, hogy mi is történt polgármester úrnál. De arra lennék első körben kíváncsi, és szerintem a nézőket is érdekli, hogy az egy hét alatt, vagy hát ha hat nap alatt, mi volt az az abszolút, mondjuk úgy életre szóló élmény, amit hát akár még nagyon-nagyon sok éven keresztül magatokkal tudtok vinni. Hogy érzitek? Hát nekem az egyik ilyen élményem az, amikor a happeningen a filmünk után a táncunknak vége lett, és felemelt a két diáktársam, meg stábtársam, és felemeltek a magasba, az számomra egy hihetetlen élmény volt. A másik ilyen pedig, amikor a zárón megkértem a közönséget, hogy kapcsolják be a zseblámpákat a telefonnal, és nem csak a közgések, hanem minden iskola bekapcsolta, és hihetetlen látvány volt. Egyébként ez érdekes volt, mert hát én nem most kezdtem a garabonciás napokat, hanem nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt garabonciásoztam még én is. Akkor nem ez volt, szóval nem éreztem ilyen fajta összetartást, hanem inkább széthúzást, vagy harcot az iskolák között. Nálatok nem ez volt? Ti ezt hogy éltétek meg egyébként belülről? Hát szerintem úgy élte meg mindannyiunk, hogy mint egy garasszíti volt, és ez mindenkinek az érdekeit szolgálta, hogy nem volt semmi konfliktus egyik stáb között sem. És még a végén is még ott volt egy csoportos képünk, meg együtt szurkoltunk, egymásnak tapsoltunk, tehát ilyen egy konfliktus sem volt. Mennyire tudtátok egyébként erősíteni egymást? Akár ebben is szerepet játszott, hogy ilyen jó az együttműködés köztetek? Igen, abszolút. Annyira jó volt idén az együttműködés, hogy ez teljesen kihatott mindenki. Tehát nem csak a jelöltek között, hanem én azt tapasztaltam, hogy az iskolákat is megerősítette. Tehát semmiféle akadály nem volt. Jelöltek, kampányfőnökök, stábtagok, mindenki együtt garázott idén. Én ezt tapasztaltam, és ez szuper volt. Ezért is jó egyébként szerintetek, hogy a jövőben együtt tudtok dolgozni, akár az iskolák összefoghatnak, és talán még nagyobb hangotok lehet, és sokkal több mindent el lehet érni így, nem? Persze ennek, hogyha kialakul pár éven belül a kultúrája, hogyha ilyen színvonalas és barátságos garabonciások lesznek az elkövetkezendő években, akkor ennél százszor nagyobb összetartás is lehet, pedig idén is hihetetlen volt. És akár a hétköznapokban talán ténylegesen nagy rendezvényeket is életre hívhattok, nem? Hogyha ez így marad, de mondjuk, hogy így marad. Egyik célunk is, mármint én ezt a célt képviselem, hogy a sulik közt egymást, tehát több verseny, meg programok legyenek megszervezve, illetve ezek is nagyobb méretemegzést kapjanak, szóval biztos, hogy benne, hogy ez így lesz. Nagyon jó. Én örülök neki tényleg, hogy ilyen szintű az összetartás. Most menjünk bele egy kicsit abba, hogy mi is történt veletek ez alatt, az egy hét alatt. Hát a kezdetek, akár fáklyás felvonulás, tényleg számodra mi volt az, ami abszolút ösztönző volt, ami nagyon-nagyon megfogott? Hát nekem speciál a fáklyáson, ugye a vízműben 500-600 fő között vagyunk, és az, hogy 400 ember is kijött, tehát majdnem a teljes iskolát sikerült megmozgatni, és ez nem csak nálunk, hanem mindenhol, ez a rengeteg ember, ez a fantasztikus hangulat, ez szerintem egy olyan, amit soha nem felejtek el. És ez nem csak a fáklyáson, tehát ez minden rendezvényen, ez a hét egészén jellemző volt. Hatalmas tömeg, jó hangulat, és ezek nem olyan dolgok, amiket el is fogunk valaha felejteni. Ez örök emlék marad szerintem mindenkinek. Szerinted, vagy szerintetek mennyire fontos, hogy ugye stábbal dolgoztatok együtt, és erősítettétek egymást, voltak kampányfőnökeitek, akár a jövőben, hogyha elmentek majd valamilyen munkahelyre, munkát vállaltok, ott is tudtok majd ilyen csapat egységet kovácsolni? Hát mindenféleképpen egy plusz kapcsolat.
mindenképpen egy pluszt fog jelenteni, hiszen tapasztalatnak számít ez, és azért ez nem egy kis feladat volt szerintem, ezt mindenki belátja, ezt az egész kampányt megcsinálni. Sok szervezés volt vele, sok támogatót kerestünk, és ezek a tapasztalatok az életben majd nagyon hasznosra fognak válni szerintem, még ha most nem is látjuk úgy, de én már most is úgy látom. Hogyan tudnátok értékelni egyébként a stábotoknak a munkáját, vagy a diákságnak a támogatását? Mennyire volt köztetek abszolút összetartás? Így iskolák között látjuk, hogy igen, az volt, de voltak esetleg összetűzések, azért nagyon sok időt töltöttetek most együtt, és volt olyan, hogy tényleg fáradtak voltatok, hiszen nem biztos, hogy túl sokat aludtatok ez alatt, az egy hét alatt, mert sok volt felkészülni is rá, ezért ez nem csak erről az egy hétről szólt. Nem. Szerintem már mindannyiunk lassan egy éve elkezdte csinálni ezt a szervezést, de én személy szerint a szeptemberem nagyon gyorsan eltelt, ott szeptemberben gyorsultak fel az események. Hát az alvásra annyit, hogy tényleg nem sokat aludtunk, illetve a konfliktusokról át stábok között szerintem minimális volt, ha volt. Nem tudom, esetleg valami a Gészi és a Keri között volt egy kisebb a hangtechnikával. Igen, tehát apróságok, hogyha valakinek éppen program volt, ugye a zene az minden kampánystandnál ment, és persze, esetleg belezavarodott a program, akkor légy szíves, vegyétek már kicsit halkabbra mindent. Tehát voltak ilyen kicsik, hogy a programnál ment máshol a zene, és esetleg zavarta, nem tudtunk annyira tisztán kommunikálni, de ezek csak ilyen apróságok, úgy gondolom. Egy kicsit azért beszéljünk a programjaitokról. Ugye mindenkinek egy saját témát kellett találni, e köré csoportosítani az egész programot, és utána ezt tovább vinni és megismertetni ugye a diáksággal, és mondjuk ugye a nagy közönséggel, hiszen azért média szereplés is volt, itt nagyon sok minden történt veletek. Nektek, Tomi, például mi volt a programotok, mi volt a fő célkitűzésetek, mikor építettétek fel? Hát ugye nekünk a témánk az a felelősség fontossága volt, viszont mi nem akartunk ehhez kötődő programokat csinálni, mert úgy gondoltuk, hogy inkább a garabanciást, az a 4-5 nap a diákoknak az legyen inkább a szórakozás. És nem akartuk túl gondolni, inkább a filmünkben mondtuk el ezt a témát, és ott akartuk átadni ezt az üzenetet, meg a záróban, de a programokban inkább csak arra, hogy jól érezik magukat a diákok. Hétköznapokban felelősség, teljes magatartás, vagy mi volt az, amire kitértetek, mi az, amit szerettetek volna, mondjuk úgy? Hát arra szerettünk volna kitérni, hogy sokan megbélyegzik ezt a korosztályt, hogy felelőtlenek. És szeretnénk bebizonyítani, hogy ez nincs így igazából, mert ez szerintem egy tévhit. És ezt azzal próbáljuk bemutatni, hogyha megnyerjük ugye a garabbonciást, amit megtettünk szerencsére, akkor szeretnénk egy garamúzeumot létrehozni. Ezzel is, ugye ez a mi felelősségünk, hogyha megnyerjük, akkor ezt a kulcsot, meg ezt a jelképes első helyet, ezt olyan dologra használjuk, ami mindenki számára jó, kulturális esemény esetleg, vagy a diákoknak is, hogy élvezzék, igazából ennyi. Gergő, és nektek mi volt a programotok, mi volt a fő célkitűzésetek? Nekünk a célkitűzés, a kampány célunk, pont erről volt szó, az előbb a kapcsolatok kiépítése, ismerkedés és egy közösséget kialakítani magad köré, akikkel majd a jövőben megvalósítod a céljaidat. Hiszen a mai világban hát bármi lehet, ezt többször is elmondtam, hiszen ha megvan az alap ismertségi köröd, akik ezt tud segítséget fordulni. A programjainkban, Gombi is mondta, mi sem igazából a célunkat tűztük ki elsődlegesen, hogy azt jelenítsük meg a programjainkban, hanem azt, hogy tényleg élvezik a diákok, minél többen vegyenek részt rajta. Személy szerint mi hétfői napon volt nekünk egy garaszépe programunk, ami 25 évvel szerintem ez volt az első, és ezt szeretnénk is továbbvinni így a backbe, hogy ez így hagyomány legyen. És akkor szakkommentátor úr, hozzád fordulok, aki a FIFA 2016-ot csodálatosan végigvezette, és kommentálta az eseményeket. Ti miköré csoportosítottátok az elképzeléseiteket? Ugye hát nekünk volt egy maszkos témánk tulajdonképpen, szóval próbáltuk erre építeni az egészet. Tehát kicsit a kampányhoz hűen is, de nekünk is fő célunk az volt, hogy a diákok jól érezzék magukat a rendezvény alatt. Megjelenítésről például nekünk hát ugye voltak esti bulik is, ezek is minden stáb szervezett egyet, és mi a miénk volt, például maszkokat osztottunk, hogy ott is megjelenjen ez a téma tulajdonképpen. De a maszköntés, maszkledobó versenytől kezdve
mindent. Tehát igyekeztünk a programokban megjeleníteni magát, a témát, meg az egésznek a filozófiáját. És ugye ennek az volt a lényege, hogyha jól emlékszek, hogyha jól tudom, hogy dobjuk be ezeket a maszkokat. De mennyire látjátok, nyugodtan ti is reagálhatok erre, hogy a hétköznapokban az emberek ténylegesen ilyen komoly százalékban viselnek egyébként maszkokat? Nem merjük magunkat adni? Akár az iskolában nem tudjátok magatokat adni? Lehet magunkat adni, tehát nem egy olyan dolog ez, hogy mindenki tulajdonképpen az a maszk, de nagyon sok szituációban... Igen, szituációk. Hát pont ezt akartam, hogy... Igen, tehát sokszor van ez például, rengetegszer. Tehát most gondolok például olyanra, hogy valaki teljesen azt a látszatot kelti, hogy jókedvű meg minden, közben belül lehet, hogy vannak neki problémái, és erre szükség van, hogy ezt valakinek elmondhassa mindenképpen. Tehát így nagyjából ez a lényeg az egésznek. Egyébként szerintetek is fontos téma volt ez? Ugye a tietek mellett. Persze, hogy fontos persze. Volt. Ezt ki is emeltük, ugye minden stábnak kiemeltük a mondani valóját a záró prezentációnkban. És ahogy a vízműsnél is említettem, ugye a Forszer dobjuk le a maszkot, hogy úgy tudunk a legőszintébbek lenni, hogyha ledobjuk ezt a maszkot, és az igazi énünket mutatjuk egymással. És szerintem hosszú távon mindenféleképpen az őszinteség az út, ami járható. Igen, egyébként a zárón ugye többször volt, mindenki megemlítette, hogy milyen fontosak voltak. Úgy gondolom, hogy az idei garaboncias napokon minden stábnak olyan témája volt, ami hasznos, és ha ezeket összerakjuk, ez nagyon hasznos tényleg. Tehát az élet különböző dolgait ragadtuk meg, amik szerintem elengedhetetlenek, és mindannyian a stáb. Tehát most úgy gondolom, hogy ezért is nagyon színvonalas volt ez az egész, mert komoly témák, és a témák mögött volt gondolat. Tehát nem csak úgy jött, hanem mindenki kigondolta, hogy miért is ez. Igen, hát abszolút nem erőltetett volt, ez tényleg látszott, hogy szívből jött, szívvel, lélekkel csináltátok, és még ami tényleg fontos egyébként, hogy a diáktársaitok, a szurkolók, azok folyamatosan mellettetek voltak, hát Gombi, neked fel is rohantak a színpadra, ahogy kimondtam, hogy te lettél a diákpolgármester. Hogy leszakad a színpad. Ott megleptek rendesen, egy körülbelül 100-150 srác és csajszi felugrott hozzátok. Igen, igen, jump. Biztosan elromolja. Utána már lepakoltak előtte. Tehát az együttes ez már szerencsére lepakolt, még egy-két törékeny dolgot, ezt láttuk, hogy próbálták ott megszabadítani a színpadot tőle. De egyébként tényleg mennyire tartjátok jónak, meg fontosnak? Azért ez ritka, hogy ennyire kiálljanak mellettetek, nem? Ez milyen érzés volt? Hát szerintem ez egy alap, hogy egy iskola kiálljon a jelöltje mögött, ilyen stábja mögött, hiszen szerintem mindenki ezzel egyetért, hogy nincs garabonciás nap, mint sulin belül, meg így nem indíthat úgy iskola garabancás napra jelölteket, meg egy stábot, hogy mögötte nincsen iskola, aki támogassa őket. Igen, hát a közgénél is elég nagy volt a hangzavar általában, meg a vízműnél is. Párszor is kacok, kapcsoltátok a áramkört. Többször volt egyébként. Napi három átlag így. Többször volt, igen, a hét folyamán, hogy az áramellátással voltak egy kis problémák. Hát mi ezt megpróbáltuk úgy orvosolni, hogy az egyik technikus nálunk hozott egy aggregátort, és hát elég sok pénzt belöltünk a benzinbe, és mi ilyen megoldással láttuk el árammal a standunkat. Hát igen, ez, tehát napi három-négy alkalom volt, hogy a City teljesen áram nélkül maradt, és akkor mi egyre boldogok voltunk, mert nekünk éppen volt az aggregátor miatt. Aztán harmadjában megtaláltam a kapcsolót, és felkapcsoltam, onra is lett áram. Hoppá! De igen, erre három napot kellett várni. De megvolt. Nem vagyok mindig a helyzet magaslatán. Kell ilyenkor segítséget kérni. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy nem mindig mindent magunknak kell elintézni, hanem néha bekopogtatni, hogy légy szíves. Na és akkor térjünk át egy kicsit a kampányzáróra. Ti hogy éreztétek magatokat? Milyen volt? Hát ez az alkalom volt, amikor ténylegesen több ezer diák előtt álltatok. Ugye a happening is ilyen volt, de azért ez egy kicsit más, egy kicsit erősebb, egy kicsit adrenalindúsabb volt, nem? A záró. Uh-huh. Hát igen, hiszen a koncert után volt. Szerintem ez dobta meg még jobban ezt az adrenalindús prezentációt. Az előtte volt, az eredményhirdetésre gondoltam. Én a diákságot hiányoltam, hogy kevesen voltak egy kicsit. Uh-huh. Mert én még régebben, még a SZTK pályás Garasitin még voltam, még nagyon kicsi voltam,
és akkor együtt vonultunk fel a sportcsarnok, de ott nagyon sokan, fullon volt az egész sportcsarnok most meg, de azért elég, itt is sokan voltunk. De. Akik eljöttek, mondjuk az biztos, hogy kieresztették a hangjukat, de szerintetek miért van az, hogy tényleg kevesebben voltatok, viszont hát abszolút minőségi volt, és tényleg kőkemény szurkolás volt. Tehát azzal nem volt gond, azzal nem volt probléma, csak maximum a látvánnyal szerintetek. Szerintem ez amiatt lehet, hogy ugye most jött vissza ez a Gara City ebben az évben, és most megint kell neki egy kis idő, mire kialakul. Mind a szervezők részéről, mind a diákok részéről kell neki egy 2-3 év, és akkor kialakul ennek a kultúrája, például már a mostani 9-esek, akik most jöttek először, és ebbe nőnek fel igazából. Ők már minden évben el fognak jönni erre a záróra is. Csak lehet, akik már itt vannak 3-4 éve, és nem ezt szokták meg, azok nem jönnek el, de szerintem egy 2-3 év is ennek kialakul a kultúra, és lehet lesz egy Fáklyás 2. Kell mindenféleképpen egy felfutás, mondjuk ez biztos. Gondolkoztatok-e azon esetleg, hogy másik helyszínen legyen a Gara City? Ugye ezt Fodival is beszéltük, hogy lehet, hogy változtatni kell majd, de ez ugye a jövő zenéje, majd meglátjuk. Nektek van-e ilyen gondolatotok, vagy ötletetek, ahova tényleg van olyan tér, egy olyan hely, ami nagyobb, és azt be lehet lakni, és könnyen megközelíthető, mert hát valljuk, hogy ez is fontos, nem mindegy, hogy hol van. Igen, hát egyébként több alternatíva is van. Az idejében azt gondoltam jónak, hogy ugye kis helyen voltunk, tehát tulajdonképpen jó volt, mert nem kellett messze menni, tehát nem volt egy nagy tér, amiben óriási távolságokat kell megtenni egyik bódítól a másikig, hanem együtt voltunk, viszont így nem sikerült a bódék közé a programokat például odarakni, mert akkor esetleg pont elállták az útvonalat és hasonló, tehát egy mindenképpen annál kellene maradni, hogy közel legyenek együtt egy ovál és egy kört alkossanak a választási standok, de viszont kell egy kis tér, ahol a programokat is meg tudjuk a középpontban rendezni. És akkor talán több ember tudunk a programjainkra bevonzani. Nektek, Gombi Gergő, esetleg van ötletetek, hogy hol lehetne? Ti gondolkoztatok ezen? Mert egyébként hangulatos volt, tehát hangulatos azzal nem volt, azzal nem volt probléma. Igen, a tavaly annyival volt jobb, hogy ugye már a főtéren volt, és valaki hazament, vagy valahogy akkor keresztül ment, és akkor mégis részese lett. De viszont, ahogy Gyula is mondta, itt jobb volt, így, hát úgy zárta volt, hogy közel voltak egymáshoz a választási standok. Igen, nem a bódé. Nem a bódé, igen. Ezzel volt egyébként több vita, hogy ezek nem bódék, ugye, hanem választási standok. Sokkal jobban hangzik. Sokkal jobban hangzik, igen. Én gondolkoztam például ezen, hogy hol legyen, de nem egyszerű, mert tényleg sok szempont van, amit figyelembe kell venni, hogy tehát közel legyen a városközponthoz, hogy minél többen eljöjjenek a programokra. Viszont legyen is hely, ne zargassuk a csabai lakosokat, úgyhogy nem egy könnyű kérdés, nem lennék Fodi helyébe. Ezt rábízom inkább. Igen, mi már ötleteltünk, és vannak jó gondolatok. Rendben, akkor. Úgyhogy valószínű, hogy lesz egy befutó egyébként. És? Elállom ezt a nézőknek, vagy? Igen. Nem, ez még titok. Hát úgy nem lőjük le a poént. Majd, hogyha tényleg. Majd egy jól. Erről még ezért fogunk beszélgetni. No, és akkor jártatok ugye polgármester úrnál is, Békés Csaba megyei jogúváros polgármesterénél, Szarvas Péternél. Hogy érzitek a jövőbeni együttműködést, mennyire segítheti elő akár az önkormányzata, vagy tudtok-e majd közösen olyan programokat szervezni, ami abszolút megmozgatja majd a diáksereget? Hát azt tapasztaltuk, hogy a városvezetés az teljes mértékben nyitott, tehát polgármester úr, alpolgármester urak is kihangsúlyozták, hogy az ő ajtajuk mindig nyitva van, tehát bármi kérésünk van hozzájuk, fordulhatunk, és úgy gondolom, hogy ha ezt mi megtesszük, akkor mindenképpen rugalmasan tudunk dolgozni, és tudunk a diákságnak programokat szervezni, illetve minden problémát megoldani közösen a városvezetéssel együtt. Tehát akkor Hanó Miklóssal és Kis Tiborral is találkoztatok? Igen. Nekik egyébként mi volt a véleménye, vagy milyen, hát mondjuk úgy jó tanácsokkal láttak el már első körben? Volt ilyen? Igen, voltak. Azt mondták egy... Mondjuk. A kulcsok őre, igen? Hát, mindenki azt mondta, hogy legyünk aktívak, hiszen hiányzik a friss politikai erő a Magyarországon.
hiszen kiöregedőben van ez a politikai gárda, és azt tanácsolták nekünk, hogy hogyha már ilyen magas színvonalon csináltuk ezt, akkor miért ne csinálhatnak ezt a jövőben is? Igen, mert ugye a politikai életből hiányoznak a fiatalok, ezt kihangsúlyozták, szóval amint elhagyjuk Békés Csabát, esetleg megyünk tovább tanulni, mindenképpen ide is jöjjünk vissza, és most meg tudhattuk, belekóstolhattunk, hogy milyen is egy ilyen választás, milyen felelősséggel jár. Igen, 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 felelősség. Szóval most egy kicsi ízelítőt kaptunk ebből az egészből, és mivel szükség van, hogy kihangsúlyozták a fiatalokra a politikai életben, ezért megkérték, hogy mindenképpen gondoljuk át ezt, és jöjjünk vissza. Most fogtok majd ténylegesen rendesen együttműködni, így hárman az iskoláitokkal, ugye megmaradnak valószínűleg stábtagok is, stb. Van-e már olyan, hogy ötleteltetek-e olyanon, amit feltétlenül szeretnétek akár a közeljövőben, és akár együtt megvalósítani? Van-e ilyen? Hát még nem. Igen, igazából egy feladatot kaptunk, amit mind a hármunknak teljesíteni kell, ez pedig a Gara Ovi feladat. Minden iskola húzott egy Békés Csabai óvodától, fel kellett venni a kapcsolatot a vezetőséggel, és hát tulajdonképpen kötelező szám, mi meg is fogjuk valósítani. Egy szimbolikus faültetést kell az óvodában végrehajtani, illetve mellé programot szervezni. Ezt decemberig kell végrehajtani, mi speciál a vízművel majd ezt novemberben fogjuk végrehajtani. A faültetést, illetve a bónuszprogramot is. És akkor még a végére talán egy kérdés az, hogy hogy érzitek, mivel lehetne ténylegesen a diákságot, a ti korosztályotokat összefogni és megmozgatni? Oké a koncert, oké sok minden, de van-e még valami, amire tényleg felkapnátok ti is a fejeteket, és azt mondanátok, hogy na, erre elmegyek? Szerintem egy fákás felvonulás nem lenne rossz ötlet. Igen. Még egy fákás? Vagy heti egy? Heti egy. Napi egy. Napi egy fákás felvonulás. Jó, hát majd akkor beterjesztitek. A polgármester úrnak. Meglátjuk, hogy mit fognak reagálni rá, és utána mi történjen a napi egy fákás után? Hát egy koncert. Egy koncert. Bemutatkozó jelölt beszédek. Tehát akkor ugyanez a sztori legyen. Örök Gara. Csak egész évben. Örök Gara. Na hát akkor erre fel. Jövőre akkor, srácok, ismételten találkozunk majd veletek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Mi is köszönjük. És gondolom azért stábtagokként majd szerepelhettek akár a következő választáson is, hogyha szeretnétek. Hogyha szeretnétek. Majd meglátjuk. Jó munkát kívánok nektek addig is. Köszönjük szépen. Ezzel a generáció véget is ért, köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!